Nem sokáig mutatja már ezt az állapotot a mártírok útja. Pár hónap múlva ugyanis megkezdődik Fehérvár egyik legforgalmasabb útjának felújítása. Hosszú évek óta okoz problémát az aszfalt rossz állapota, lassan 15 éve húzódik a felújítás körülötti mizéria. Többszöri halasztás után azonban nem sokára elindulnak a munkálatok. Nem csak a székesfehérváriaknak nagy öröm ez, hanem minden Fejér megyeinek, aki Székesfehérvárra érkezik, vagy Székesfehérváron áthalad, hiszen ez egy nagyon fontos fő közlekedési útvonala. Jelenleg még folynak a területen a szennyvíz csatornázási munkák, ám ezek várhatóan októberig befejeződnek. Ezt követően kezdődhet el a felújítás. A Deák Ferenc utcától a Madách utcáig a Mártírok útja teljes keresztmetszetében megújul. Irányonként egy-egy haladó sáv mellett kanyarodó sávokat alakítanak majd ki, és a vasút felüli oldalon egy kerékpárút is épül a Seregélyesi útig. A kórház vonalától a Seregélyesi útig pedig marad a négy forgalmi sávos kialakítás. Az építés során megújulnak a buszoblök és a járdák is. Ez egy nagyon nagy munka a város életében. A csaknem 2 kilométer hosszú szakasz kétharmadát 400 milliós uniós pályázati forrásból, a maradék egyharmadot pedig körülbelül 500 milliárdos önkormányzati forrásból újítják fel. Legalább 500 milliárd forintos városi önerő és önrész biztosítására van szükség. Erről a város már korábban döntött, hogy ezt rendelkezésre bocsátja. Egy másik pályázatot is benyújtott Székesfehérvár önkormányzata. Ez a Mártírok útja csapadékcsatorna főgyűjtőjének átépítésére vonatkozik. Ennek az elbírálása még folyamatban van. Az ütemezés szerint a kivitelezés 2013 elején indulhat, és 2014-ben fejeződik majd be.